Milliós tömeg és késés. Ferenc pápa zsúfolt programja Ázsiában. Az évfordulón megtörhet a jég, találkozhat a két koreai állam. Ez a Bonum hírek, lássuk a részleteket. Egy órás késéssel érkezett meg Ferenc pápa a kolombói nunciatúrára, ezért nem tudott találkozni a srí lankai püspökökkel, azonban egy szép ajándékot így is át tudott adni nekik. A Szentatya apostoli utazásának első napján igen szoros időbeosztással zajlottak a programok, köztük egy vallásközi találkozó is. Ferenc pápa nem találkozott a srí lankai püspöki karral. A Szentatya ugyanis egy órás késéssel érkezett a nunciatúrára, ahol bár a találkozó elmaradt, a püspöki karnak szánt ajándékot átadta. A részkarcon a Sannas címet viselő dekrétum látható, melyet 1694-ben adtak ki és engedélyezi a keresztény hitre térést az országban. A nunciatúráról Ferenc pápa egy vallásközi találkozóra érkezett, ahol a négy legnagyobb vallási közösség képviselőivel folytatott megbeszélést. A buddhizmus, a hinduizmus, az iszlám és a kereszténység követőinek képviselőihez intézett beszédében kiemelte, hogy tiszteletet kell tanúsítani a más vallások iránt, párbeszédre és együttműködésre kell törekedni, és hogy a viszályok után a megbékélést kell elősegíteni a testvéri szolidaritás jegyében. A pápa arra kérte a jelenlévőket, világosan és egyértelműen szólítsák fel közösségeiket, hogy teljes mértékben éljék meg a béke és az együttélés tanítását, mely minden vallásban jelen van, valamint hogy jelentsék az elkövetett erőszakot. A béke javáért nem engedhetjük meg, hogy a vallásos hitet erőszakos vagy háborús célokra használják fel, mondta a pápa. Az egyházfő szokásához híven rövid üzenetet fogalmazott meg a repülőtéri vendégkönyvbe. Idézem. Srí Lanka az indiai óceán gyöngyszeme, szeretett földjének lakóira a béke, a jólét és a harmónia bőséges isteni áldásait kérem. Az evangélium első szingaléz és tamil nyelvű fordítását elkészítő Giuseppe Vaznelkál immár a szentek sorába emelkedett. Ferenc pápa 7. apostoli utazásának egyik legfontosabb programja volt az első indiai szent kanonizálása. 1 millió hívő gyűlt össze Kolombóban az első indiai szent szenté avatására. És meglátja a föld minden határa, hogy szabadulást szerez Istenünk. Izaiás próféta sorait idézve méltatta Ferenc pápa Giuseppe Vaznelkálle indiai vértanú életét szenté avatási szertartásán. A Szentatya 3 jellemvonását emelte ki a szentnek. Sok mai pap tanulhatná meg tőle, hogyan kell elmenni a perifériákra, hogy megismerjék és megszeressék Jézust, mondta a pápa. Másodikként hangsúlyozta, hogy Vaznelkálle túllépett a vallási megosztottságon, hogy a békét szolgálja. Végül a szent missziós buzgóságáról szólt a híveknek. Beszéde végén Ferenc pápa azt kérte, kövessék a jó példát, hogy igazságosság és béke legyen urrá a srí lankai társadalmon. A Szentatya a szentéavatás után a Twitteren is Giuseppe Vázról írt üzenetet. Szent Giuseppe Váz, taníts bennünket növekedni az életszentségben és megélni az evangéliumi irgalmasság üzenetét. Szerdán Ferenc pápa Máriás imádságon vett részt több százezer srí lankai hívővel. Érkezésekor hatalmas ünnepléssel köszöntötték a pápát, aki ezúttal is nyitott terepjáróval járta végig a hívek közötti utat. Az imádságon elmondott beszédében azt kérte, imádkozzanak egymásért, keressék a megbékélés útját, hogy a családokat ne szaggassa szét a viszály. Ferenc pápa, megöl ez a gazdaság, ezzel a címmel jelenik meg könyv a pápa társadalmi tanításáról. A kötet összegyűjti és elemzi a pápának a szegénységről, a kivándorlásról, a szociális igazságról, a teremtett világ védelméről szóló beszédeit, dokumentumait és felszólalásait. A Vatikán Insider és a La Stampa egy-egy szerkesztője által összeállított kiadvány szembesíti ezeket a gazdaság, a pénzügy és az egyház társadalmi tanításának szakértőivel, akik elmondják véleményeiket a pápa társadalmi tanításáról. A könyv egy interjúval zárul, melyet Ferenc pápa 2014. október elején adott a két társszerkesztőnek. A szegényekről gondoskodni nem kommunizmus, hanem maga az evangélium, ezt fejti ki ebben az interjúban az egyházfő.
A nyugat figyelmen kívül hagyja a Boko Haram nigériai és nyugat-afrikai tevékenységét. Erről nyilatkozott Josh Érseke, a nigériai püspöki konferencia elnöke. Nagyobb eltökéltséget kell mutatnia a világnak, hogy megállíthassák ezt a hivatalosan 13 éve működő terrorszervezetet. A nemzetközi közösségnek legalább olyan szolidaritást kellene mutatnia az afrikai történésekkel kapcsolatban is, mint a franciaországi események után, mondta az érsek. A Boko Haram az elmúlt években több tízezer embert ölt meg bestiális kegyetlenséggel Nigériában. Van célom címmel elkezdődött a jezsuiták által meghirdetett Kaszap István év. Erről adott tájékoztatást a Magyar Jezsuita Rend sajtószolgálata. Az emlékév programjairól a kaszapistvan.hu oldalon tájékozódhatnak. Szombaton Vácot temetik el Tarjányi Zoltán erkölcsteológiai professzort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárát. Tarjányi Zoltán atya január 5-én 64 évesen hunyt el. A professzort január 17-én 10 órakor a Váci Székesegyházban búcsúztatják és helyezik végső nyugalomra. Különbséget kell tenni a politikai és a gazdasági menekültek között, de sok más egyéb okok miatt is menekülté válnak azok, akik Magyarországra érkeznek. Ezt mondta az Inforádióban a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület igazgatója. Kovács András hozzátette, az elmúlt 2 év alatt 10-szeresére nőtt a menekültek száma, de kevesen telepednek le Magyarországon. A kormányszövők Kovács Zoltán sajtótájékoztatón ismertette a kormány bevándorlással kapcsolatos álláspontját. Olyan rendszer létrehozásában vagyunk érdekeltek, amelyek rendkívül szigorúan szabályozza a gazdasági bevándorlást, mondta, majd hozzátette, Európa egészére nézve kell átalakítani a bevándorlás politikát, új keretrendszerre, új szabályozásra van szükség. Kiemelt támogatásban részesülnek 2015-ben a hazánkban élő nemzetiségek. Erről tartott sajtótájékoztatót Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a minisztérium székházában. Rekordév volt a turizmusban 2014. A legfrissebb első 11 havi adatok szerint az ágazat teljesítménye a 2013-as után ismét kétszámjegyű bővülést mutat, ezt mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy sajtótájékoztatón. Az idegenforgalom növekedését a szépkártya jelentősen megalapozta. A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos szabályozások 2015. januárjától megváltoztak. A szépkártya kiemelt helyzetének erősítése érdekében 450 ezer forintig e-kártya zsebeibe lehet a régi adóterheléssel befizetést teljesíteni, amellyel javítják a rendszer célzottságát és fokozzák a béren kívüli juttatások gazdaságélénkítő hatását. Átadták a Pécsi Tudományegyetem klinikai központ 400 ágyas klinikai tömbjének új szárnyait, valamint a sürgősségi betegellátó osztályt. Zombor Gábor, az EMMI egészségügyért felelős államtitkára a keddi átadáson azt mondta, az utóbbi évek egyik legnagyobb egészségügyi fejlesztése valósult meg a beruházással. A fejlesztésekkel a betegek és a dolgozók számára 21. századi körülményeket teremtenek, emellett az intézmények modernizálása a szakemberek itthontartása is szolgálja. A felújítás mellett új osztály is létrejött a sürgősségi ellátásra szoruló betegek számára. Az elmúlt héten az egész világ megtudhatta, hogy az iszlám nem engedi Mohamed ábrázolását. Az ügy kapcsán pedig ékes példáját adta egy ultraortodox zsidó lap, hogy az izraelita vallás pedig a nők megjelenítését tiltja az újságok hasábjain. A Hamevaszer című izraeli ultraortodox újság kiretusálta a politikusok párizsi menetéről készült fotóról az összes nőt, köztük Angela Merkel német kancellárt is. Az újság a nők helyére olyan férfi alakokat tett, akik nem is voltak jelen, vagy összehúzta a résztvevőket, így különös szellemlények kerültek a fotóra. Izraelben az ultraortodox újságokat a zsidó vallás szabályait szigorúan betartó szellemi bizottság felügyeli. Bizonyos lapok a női nevek kinyomtatásától is tartózkodnak, gyakran csak a családnevüket közlik például a női parlamenti képviselőknek.
Lemondott Giorgio Napolitano, olasz államfő. Az idén 89 éves elnök előre haladott kora miatt távozott tisztségéből. Giorgio Napolitánót 2006-ban választották meg államfőnek, majd 2013-ban ismét megerősítették tisztségében. Személye, mint az olasz sajtó fogalmaz, helyreállította a kormányzati működést az országban. Távozásával ideiglenesen Pietro Grasso, az olasz szenátus elnöke látja el az államfői teendőket. Az új köztársasági elnököt az olasz parlament felső és alsóháza közösen választja meg. Kész a találkozásra Észak- és Dél-Korea államfője. Az ország kettéosztása 70. évfordulóján nagy esély van arra, hogy találkozzon egymással az észak-koreai Kim Jong-un és a dél-koreai államfő Park asszony. Utóbbi azt hangsúlyozta, nincsenek ugyan előfeltételei a csúcstalálkozónak, de azon mindenképpen meg kell vitatni Észak nukleáris programját, mert az alapjaiban fenyegeti a dél és az egész térség biztonságát. Park asszony óvatos optimizmussal nyilatkozott a csúcstalálkozóról, bár hangsúlyozta, továbbra is érvényben marad a szigorú nemzetbiztonsági törvény. Hazánkban a hétvégéhez közeledve egyre hidegebb lesz, de ha még hűvösebbre vágynak és szeretik az extrém kalandokat, akkor itt az idő, hogy kipróbálják a jéghotelt Japán északi szigetén Hokkaidón. Japán jól ismert a furcsa szállóiról, köztük az óriás robot vagy a WC hotelről, illetve vannak horror szállodák is. A jéghotel egy 10 méter átmérőjű kupola, amelynek külső és belső részét is kizárólag hó és jég alkotja. Amikor eljön a lefekvés ide, a vendégeknek termohálózsákot és pizsamát adnak, ezek melegen tartják őket akár mínusz 30 fok alatt is. Ha mégis inkább a meleg szobát választják, akkor nézzenek minket és kövessék Ferenc pápát az ázsiai apostoli utazásán, főzzenek együtt Fader Leóval és tekintsenek ki a világba a Bónum hírekkel. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, támogassák missziós tevékenységünket, hívják az adományvonalat és ne feledjék, ha hírük van, küldjék el a Bónum hírek csapatának. Viszontlátásra!